Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. dicsőségnek hát Istenünk! Abban az időben, <laughs> abban az időben, az Emmausból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték föl Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük Jézus és köszöntötte őket, békesség nektek. Ilyettükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk, miért ijedtetek meg és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat, én vagyok. Tapintsatok meg és lássatok. A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: Van itt valami ennivalótok? adtak neki egy darab sült halat. Fogta, és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk. Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a profétákban és a zsoltárokban írtak. Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Vagy így folytatta. Meg van írva, hogy a messiásnak szenvednie kell, és harmadna fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell, bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok, atyám, ígéretét. Ezek az evangélium igényi. A Mózes által megígért próféta, az ember, az én meggyógyítom, és az én igazi ígéretem az örök életre. Kedves testvérek, húsvét, ott ünnepeltük, húsvéti, a húsvéti időben vagyunk benne. Nyilvánvalóan ezek a napok, a húsvét vasárnap és a húsvétot követő vasárnapok is, húsvét, a húsvéti időnek a köznapjai. Nyilvánvalóan most elsősorban húsvétot a föltámadást, a föltámadás tényét értelmezik a számunkra. Ezek a napok, ezeknek a napoknak az evangéliumai. Nyilván több szempont kerül elő, több szempont kell, hogy előkerüljön. Ez a mostani evangéliumi részlet, talán érezzük is, ez egy nagyon különleges evangéliumi részlet, ugye Lukástól olvastuk ezt a részletet, ami a föltámadt Jézusnak a testére vonatkozik. De természetesen nem csak az ő föltámadásáról, illetve megdicsült testéről, találunk ki természetesen fontos és komoly utalásokat, hanem nyilvánvalóan más ö, dolgok is előjönnek. De nagyon szépen, nagyon, nagyon karakteresen ki lehet uh, olvasni ezeket a pontokat, vagy ezeket a pontokat ide lehet társítani, mert hogy tényleg nem belemagyarázás ez az írásba, uh, ebbe a szentírási szakaszban nem tényleg ott van. Például uh, itt van az írásokra való utalás. Ugye több uh, gondolat eréig uh, látjuk ezt az utalást, és talán egy picit erről is érdemes szólni, nyilván Többször előjött már ez a dolog, de talán egy picit érdemes megforgatni saját magunkban. Tehát, hogy Jézus az a valaki, Jézus Krisztus a názáreti Jézus, a Jézus Krisztus a messiás király, és az a valaki, akiról, akiről szól a Szentírásnak az egésze végső soron. Aki felé irányul, akiben beteljesedik. És ez nagyon különleges módon nyilvánvalóan ott van az Ószövetségben is. Ezért fontos, hogy az Ószövetséget értsük, illetve meglássuk benne mindazt, ami irány Jézus Krisztus felé. Tehát, hogy Jézus Krisztusról szólnak a törvények, a törvényekhez kapcsolódó könyvek, a proféták, a profétai könyvek, és a zsoltár, a zsoltárok, a zsoltár könyve, hogy mi szoktunk rá utalni, a 150 Zsoltár. Jézus Krisztusra mutatnak rá. Tehát akkor látjuk helyesen, tehát hogy egyrészt itt van egy beteljesedés, nevezetesen az ígéreteknek a beteljesedése, ugye különleges módon ugye ad egy ígéretet Istennek nagyon fontos ember, ugye a zsidók előtt, ugye Mózes, aki megígér egy prófétát, megígér egy kvázi nálánál nagyobb profétát, aki Jézus Krisztus lesz. Most beteljesedtek az írások. És akkor látjuk a szentírásnak az értelmét a helyén, hogy ebbe egy alapvető szempont jézus Krisztusnak a keresése. Tehát ugye akkor, amikor ugye ugyan, ugyan nagyon kedvesen, meg nagyon szépen, ö, hát nem egyházi oldalról ö, apostrofálják ugye a szentírást arról, hogy ez a művelődés történetnek egy, vagy a vallás történetnek egy komoly. Darabja lenne ez az irat, illetve ezek a könyvek, amit ugye Biblia néven foglalunk össze, és hogy ezeket illik ismerni. Kétségtelen van egy ilyen szempontja is, és kétségtelen illik ismerni is. Viszont ennek az igazi értelme az egy fókusz, egy illetve egy fókuszban. Nyer, tehát nyerődik, egy fókuszban kapja meg az igazi értelmét a Szentírás, és ez a fókusz Jézus Krisztus. Tehát, hogy akkor értelmezzük helyesen a Szentírást, hogyha Jézus Krisztusra tekintünk. És ugye emlékszünk itt ugye a Lukácsi szövegre, ugye ö, megnyitja ugye, előttük ugye, a Szentírásnak az értelmét, ugye erről beszél ugye, az evangélista. Na hát, itt erről van szó tulajdonképpen. És ugye ebben az ígéretben valami nagyon valóságos, valami nagyon, nagyon megfogható szó szerint következik be. Jézus Krisztus meghal, Jézus Krisztus föltámad, és testben támad föl. Ez nyilvánvalóan ráutal a testnek a szentségére, Nyilvánvalóan ez a szentség, ez ráutal nyilván a szellemnek és a léleknek a szentségére, ezzel együtt az embernek a szentségére, és végsősorban az Istenhez való rendeltségéhez, ez teljesen világos. Viszont itt most egy picit, és úgy, úgy gondolom, hogy ezt újra és újra hangsúlyozni kell, hogy a testnek egy helyes ünnepét és ünneplését látjuk. Tehát amikor ugye a dolog a helyén van, tehát nem egy ilyen materialista örjöngésbe, hanem amikor, amikor Isten előtt helyén, helyén van, megtalálja helyét a test. Na hát a megdicsült Jézus Krisztusnál az ő testében ezt a fajta helyre kattanást, ha szabad ezt így kifejezni, láthatjuk, illetve ünnepelhetjük tulajdonképpen. És ugye erre is nagyon szépen, itt is nagyon szépen tudunk utalni erre a mostani evangéliumi idézetre, ugyanis ugye előjön ugye a Jézus Krisztusnak a látása, a megérintése, illetve nagyon konkrétan ugye előjön ugye az a, annak a világa, hogy Jézus Krisztus eszik, tehát hogy sült halat adnak neki, és Jézus elfogadja ezt a sült halat, és eszik. Tehát, hogy Jézus Krisztusnak van teste. Milyen is ez a test? talán egy picit szabad újra egy kicsit ezeket a dolgokat feleleveníteni, azért is, azért is, hogy egy picit egy megalapozottabban tudjunk a következő gondolatra talán átlépni. Nyilvánvalóan köze van az anyaghoz, és mégis ez egy földön túli, tehát bizonyos szempont az anyagvilágon túli test, de test, és mégis erre a testre nem vonatkoznak a térnek és az időnek a szabályai úgy semmiképpen nem, mint ahogy a mi mostani földi testünk őre. Miért is jó látni nekünk ezt a, ezt a Jézus Krisztust az ő megdicsült szent testében? Igen, talán erre még annyira nem gondoltunk, vagy talán mostanában még ezt így nem gondoltuk át, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Azért, mert amikor minket föltámaszt Jézus Krisztus, nyilván erre sor fog kerülni, ha csak nem akkor élünk, amikor Jézus másodjára eljön, mert ugye akkor tudjuk, hogy a Szentírás alapján nem föltámadás, hanem átváltozása részünk. De akkor is, ugye a halálunk után, de akkor is nyilvánvalóan a, a test az már egy mennyei megdicsült test lesz, viszont ahogy ugye az ember élet, élete szokott történni, vagy ahogy szokott előre menni az embernek az élete, az ember meghal, a halálának a pillanatában elválik a lélektől a test, a test az erporlad, a lélek Isten elé kerül, és akkor, amikor Jézus újra eljön, ugye azon az utolsó napon, abban az utolsó órában, akkor egyesül a test, a már reményeink szerint megdicsőült, egyesül a lélek a reményeink szerint megdicsőült testtel, és nekünk is olyan testünk lesz, mint Jézus Krisztusnak, nem a saját erőnkből, ezt Jézus Krisztus megtehette, ő igazi Isten és igazi ember, hanem az ő kegyelméből. De hogy nekünk is egy föltámadt és megdicsőült testünk lesz, mire ugyanazok a szabályok fognak érvényesek lenni, mint Jézus Krisztusnak a testére. Tehát ez túl lesz ez a test anyagon, túl lesz téren és időn, és az anyag szabályai is olyan módon fognak rá vonatkozni, hogy ez Jézus testére. Tehát, hogy ez már egy másfajta anyag lesz. Az anyaghoz ennek már egy másfajta viszonya lesz ennek a testnek. És nyilvánvalóan az örök élethez ö, köt minket ez a test. Az örökké élő Jézus Krisztushoz, aki Isten és ember, tehát volt teste és lesz teste, és nyilván Istenhez, aki hát megálmodta az embert, és nem csak megálmodta, hanem megteremtette. Megteremtette a férfit, és megteremtette a nőt, hogy az embert férfinek és nőnek teremtette, testben, teste együtt. Ugye milyen szép ugye az Évának a, a teremtése, és hogy, hogy Ádám bordájából, tehát, hogy valamilyen módon, ugye test a testemből, az ő testéből teremti meg, nyilván ehhez az Isten kellett, ugye Évát. És ugye ebben a pillanatban, amikor az örök életünkre gondolunk, vagy az örök élet előttünk van, az örök életünk, a tökéletes, és nem csak makulátlan, de fájdalomtól mentes életünk, akkor evel óhatatlanul egy kicsit vissza tudunk révedni, és kell visszatrévednünk ebbe a mostani világunkba, ami még nem az örök életnek a világa, hanem a sebeknek a világa, de óhatatlanul a sebeknek és a gyógyulásoknak a világa. Tehát, hogy érdemes talán egy picit a húsvétre, Jézus Krisztusra, az ő föltámadására olyan módon tekinteni, hogy itt valami olyasmi van, ami már most az én gyógyulásomat is szolgálja. Testi és lelki gyógyulásomat is, ami ugye előre visz engem, ugye az örök élet felé. Hogyan is tudnánk ezt nagyon konkrétá tenni, ezt a dolgot? Úgy gondolom, itt, itt valami nagyon fontos dologról van szó, szóval, és milyen jó, amikor az ember ezeket a szempontokat, ezeket az aspektusokat meg tudja találni. Azokhoz a dolgokhoz, amelyeket nagyon sok szempontból nagyon jól ismer már. Itt egy picit egy ilyen nagypénteki fókusszal, ha tekintünk a föltámadásra, én azt hiszem, hogy itt valami nagyon fontos értéket találunk, amit valamilyen módon, olyan módon lehetne talán összefoglalni, hogy a szenvedés a semmiképpen nem öncél. Tehát a szenvedés az nem a szenvedőről szól. Jézus Krisztusnak a szenvedése nem csak Jézus Krisztusról szólt. És ugye itt lesz majd a, a nagy csavar tulajdonképpen. Milyen jó az, amikor az ember ezt úgy meg tudja forgatni saját magában, hogy az én szenvedésem sem jó, hogyha csak rólam szól. Most Jézus Krisztusnak szólhatna az ő szenvedése csak róla. Igen szólhatna. Tehát ő nyugodtan mondhatná azt hogy én teljes mértékben méltatlanul szenvedek a keresztve, mert hogy ő tökéletesen és teljesen büntelen. Ő, ő ezt tökéletesen, ezt teljes, abszolút értelemben elmondhatná magáról. És nyilván a szenvedésben van is egy ilyen dolog, és tulajdonképpen az én szenvedésemben is, igenis benne lehet egyfajta méltatlankodás. Semmiképpen nem abszolút értelemben, mert azért mi a valamilyen módon a bűneinknek a, a következményeit szenvedjük el, meg a világ hát bocsánat, az világ fogyatkozásának a, 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 hatása tulajdonképpen a betegség, a halál, a szenvedés az életünkben. Ezt azért nem szabad elfelejteni. De ugyanakkor sok szempontból mondhatom azt, hogy miért bántanak engem. Ha én nem ütöttelek meg, te miért tudsz engem? Te miért rágalmazol engem? Miért bántasz te engem? Miért nyomorgatsz engem? Én nem bántottalak téged? Miért teszed te ezt velem? Tehát, hogy azért a mi, a mi világunkban is azért van ennek a dolognak egy kis létjogosultsága, Nem annyi, mint Krisztusnál, össze se lehet hasonlítani a kettőt, de persze, hogy van. És ezzel együtt, tehát, tehát az, talán azért fontos ezeket az apróságokat megérteni, sok szempontból, sok, tehát sok szempontból fontos a megértés. Nem az abszolút szempont, nem, nem, nem. De milyen jó, amikor ezt megértjük. Ugye, amikor Jézus megnyitja a mi értelmünket saját magára. Tehát, hogy benne van egy méltatlanság is, a szenvedésben, az embernek a szenvedésében, benne is lehet egy pici. Viszont a szenvedésünk nem szólhat saját magunkról, mert hogy? Jézusnak a szenvedése igen, nyilván szól saját magáról, de ő nem azért jött a kereszt oltárára, hogy a saját szenvedése legyen ezen az oltáron, illetve a saját szenvedése saját magáról, a saját szenvedése van az oltáron, a keresztnek az oltárán, de hogy ez a szenvedése saját magáról szóljon. Ez a szenvedés testvérem rólam szól, rólad szól, az egész világról szól. Tehát, hogy Jézus Krisztus értünk szenvedett a kereszten. Csak hogy ebben akkor van valami nagyon fontos aspektus a saját szenvedéseinkre nézve, nevezetesen. Hogy akkor állok jól hozzá a saját szenvedéseimhez, ha tudom azt, és fel tudom vállalni bátran azt, hogy másokért is szenvedek. És ebben a, ebben a szenvedésben az van benne, hogy én a másik szenvedő emberért is szenvedek. Tehát ugye nem, tehát avval a, a, a fajta, hogy is mondjam, ö, itt nehéz nem, nehéz nem kemény szavakat használni, lehet, hogy nem kell is. Szóval, hogy olyan fajta, azt a fajta gőgöt ö, talán érdemes elvetni magunktól, hogy ö, látod, te annyira senki és kicsi vagy, én meg ennyire nagy vagyok, hogy én érted szenvedek itt nem erről van szó, hanem hogy az a másik is szenved, és hogy az én szenvedésemben valamilyen módon benne van az ő szenvedése felé egy könnyítés. Mert hogy Jézus a szenvedésével engem megváltott. Jézus az ő szenvedésével nekem örök életet adott. Jézus nekem a szenvedésével, itt most ezen a földön, ebben a földi világban, még hol van a megdicsültes, nekem gyógyulást adott. Tehát milyen jó az, hogyha meg tudjuk találni húsvétnak a fényéből, a testnek a fényéből, a nagypénteknek egy, egy mélyebb, és ö, talán merhetjük azt állítani igazibb, igazabb értelmét. Tehát, hogy a a, az igazi irgalom és az igazi részvét van benne Jézusnak, illetve ez is benne van az ő szenvedésében. És milyen jó az, amikor én is föl tudom venni ezt a magatartást, avval együtt, hogy hogy bőven kaphatok meg kaphattam méltánytalan bántást meg szenvedést. És avval együtt, hogy, hogy esetleg... Ö, ö, át is érezhettem ennek a méltánytalanságnak a méltánytalan voltát. De milyen nagy dolog az, amikor, amikor tudom azt, hogy más is szenved, és hogy az én szenvedésemmel valamilyen módon én nagy ő gyógyulására lehetek, nem a saját erőm által, Jézus Krisztusnak az ereje, meg Jézus Krisztusnak a személye által hogy egy kicsit az ő szenvedésébe kapcsolódok be, és ezzel az ő együtt én is gyógyír lehetek másoknak a szenvedésére. Tehát, hogy igazi irgalmat, igazi részvételt tudok felé, a másik ember felé közvetíteni. Ugye könnyű úgy beszélni bárkinek a, 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 a hitről, amikor az embert nem érte meg a hitnek a próbája vagy a testi egészségről, amikor nem ismerjük a betegséget. De amikor megismerjük, akkor abban, abban, olyan nagy dolog, hogy benne lehet egy másik ember, a másik ember felé, a szenvedő ember felé való odafordulás, a saját szenvedésünk által. Ugye a farizusoknak, meg az írástudóknak, ugye az volt az egyik, velük az volt az egyik probléma, tehát nem avval, hogy ne lettek volna adott esetben nagyon komoly emberek, a szó szóval abszolút pozitív értelmében, hanem például ez a, fajta, ez a fajta részvét, ez a fajta igazi részvét, ez hiányzott belőlük, hiszen ők csak a törvénynek a betartásával tör törekedtek, ami nagyon fontos, és hogy szerint adott esetben betartani a törvényt. Na de hát ott van-e benne a másik szenvedő ember, az ő megváltásra irányuló élete, tehát, hogy, hogy nem egyedül fogok megdicsült testben lenni majd a Jézussal, hanem hogy együtt leszünk megdicsült testben a Jézussal. És hogy erre már most készülünk. És hogy pontosan azokkal a nagyon szörnyű és nagyon kibekkelhetetlen. A szabad ilyen idegen szavakat használni, nem biztos, hogy szabad, de hogy azokkal a kikerülhetetlen nehézségekkel együtt, amiről olyan, 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 olyan áhítattal szeret elfelejtkezni a nyugati ö, ö, emancipált világ, kereszténységtől emancipált világ, ami úgy eltaszítja magától. Amiben pontosan ott van a halál, meg a bűn, meg a nyomorúság. Testvérek erre hív meg minket, erre is meghív minket Jézus Krisztus húsvét vasárnapjával. Hogy ö, akkor, amikor szenvedünk, akkor azt a megdicsült testét lássuk Jézusnak és saját magunknak, amelyel ő a, a, az egész világnak elhozta a megváltást. És azt a valóságot lássam, amivel én is társa lehetek Jézus Krisztusnak. A megváltásnak a, a munkájában, amire valamennyünket meghívott Jézus Krisztus. És talán itt el is érkezünk ugye ahhoz a következő ponthoz, ami szintén a föltámadásnak nagy világa, és lámlám -lám innen is odaérünk többek között, hogy ez a missziós parancs. Tehát, hogy a hitelességnek, a missziónak a hitelességéhez én úgy gondolom, hogy ez is hozzájárul. Amen.